Megszakításokkal ugyan, de május 18-a óta edzenek a kisvárdai kézisek, az utolsó pihenőt követően július 27-én találkoztak ismét a hölgyek. A keret alaposan kicserélődött, távozott Samira Rosa, Tena Petika, Lajtos Nóra, Orbán Adrien, Dajka Bettina, Repák Dóra, Dudás Georgina, Ekker Gitta és Mid Eszter. Érkezett Dunaújvárosból az irányító Bóti Fruzsina, Békés Csabáról a beálló Dombi Katalin, Debrecenből a jobbátlövő Karnik Szabina, az MTK-tól a balátlövő Mihály Adrien és a Szent István esétől a kapus Máté Fidalma. Így Bakó Botond vezetőedzőnek gyakorlatilag új csapatot kell építenie. Most már az utolsó stádiumban vagyunk, hiszen szeptember 5-én kezdődik a bajnokság. Itt most már elkezdődtek kőkeményen a stratégiai taktikai edzések, illetve az utolsó finomítások. Még sok időnk van szerencsére, de azért már, mint említettem, ez a jellegű munka az állóképesség és az erőfejlesztés mellett most már dominál, és természetesen az edzőmérkőzésekkel, illetve a tornákkal a formába hozás időszaka. Az elmúlt héten játszottunk a Eger csapatával, illetve az MB2-es fiúkkal játszunk, amikor csak tehetjük, illetve a héten van kettő edzőmérkőzésünk, visszafogadjuk az Eger csapatát, illetve pénteken a Debrecen ellen játszunk. Jövő héten egy tornán veszünk részt Dunaújvárosba, ahol a MTK csapatával játszunk, illetve a következő nap az eredmény függvényétől, tehát az eredménytől függően játszunk a Dunaújváros Békés Csaba mérkőzés vagy győztesével, vagy vesztesével, és az utolsó hétvégén a Nekánál szerepelünk egy kupán. Dombi Luca, akinek húga is csapattársa lesz a következő szezonban, elmondta, hogy a hosszú pihenő után már nagyon várják a tétmeccseket. Nagyon nehéz volt az az időszak, amikor otthon kellett edzeni, nyilván nincs is akkora motiváció ilyenkor az emberbe, de becsületesen úgy gondolom, hogy megcsinálta mindenki azt a feladatot, amit kiszabtak nekünk. Hát lassan már majdnem 3 hónapja tényleg itt edzünk közösen, úgy gondolom, hogy nagyon jó lesz a közösség, alakul a csapat, jó a hangulat az edzéseken is, igyekszünk nagyon az edzőmeccseken is, aztán nagyon várjuk már, hogy elkezdődjön a bajnokság. Konkrét célt, helyezést illetően még nem határoztak meg Kisvárdán, de a vezetőedző bízik abban, hogy sok győzelemmel örvendeztetik majd meg közönségüket. Az elmúlt szezonban mindazok ellenére, hogy rengeteg nehézségünk volt, illetve egy teljesen új csapatot kellett formálni. Az a lányok sokszor megmutatnák azt, hogy számíthatunk rájuk, illetve megoldanak olyan helyzeteket is, amit esetleg más nem várt tőlünk. Most ezt szeretnénk stabilizálni, illetve a színvonalunkat emelni, tovább emelni, előrébb végezni, illetve egy olyan játékot és egy olyan látványos játékot produkálni, amelyben természetesen a küzdelem is dominál, amely a közönségnek is tetszeni fog remélhetőleg. A bajnokság szeptember 5-én Győrben kezdődik a Kisvárda számára, az első hazai meccsen pedig szeptember 11-én a Debrecent fogadja Bakó Botond együttese.